Itt hagytuk abba, a legutóbbi alkalommal, ebbe a Church Ruins-ba. Nem tudom, hogy itt mi van még. Ugye, itt van ez a kis elhagyott templom. Szerintem elég jó körbe jártunk. Nem tudom, hogy itt még csináljunk-e konkrétan valamit. Mert szerintem nem sok minden van itt már. Ha meg ugye nem itt folytatjuk, akkor hol? Tehát rengeteg kérdés van. Ugye a guide szerint a Hinterlands, vagy ez a Hinterlands kéne, hogy következzen. De jobb ötletem nincsen. Esetleg még körbe mehetünk, hogy maradt-e ilyen, ilyen ellenfél. Csak nem tudom, hogy merre kéne keresni. Ugye a torrentet még mindig nem tudom summonolni. De tényleg nem tudom, hogy itt van-e még valami. Nem tudom, hogy itt van-e field boss. Ja, mondom, max tényleg annyi lehet, hogy pár lút kimaradt. De ja, érdekes, mert itt akkor csak egy vagy két Skadu Tree fragment volt. Meg ugye ez a Inflated Balls, vagy micsoda. Meg ez a weapon. Ja, az K2 Skadu Tree fragment. Meg ugye Swollen Grape, azaz. Hát, sejtadrip, persze. Valami mémet kiteszek, ha találok. Tényleg nem tudom, hogy hány ilyen aged vagy aging akármicsoda van. Meg hogy azt sem tudom, mennyit öltünk meg, talán 5-öt vagy 6-ot. Esetleg még azt, csak ez itt most elég ilyen tűt a szénak az alba. Nem voltunk elég szisztematikusak. Még tényleg furcsa, hogy nincsen Sheffield boss. Csak az az egy fickó volt, azt is hamar megöltük.
patkányok vannak. Mindegy, fura nagyon ez a terület így. Ha még lenne valami field boss. De fura, hogy nincs semmi. Egyébként nagyon jól néz ki, meg. Madding Hand. Hát na jó, de... Hát az az egy, igen. Csak ezt meg olyan hamar megöltük, hogy... Ez a horror enemy is olyasmi, hát... Ami rendes bossra gondolnék, tehát... Na mindegy. Jó, hát mondom, hogy ha nincs itt más, akkor szerintem a Hinterlandsre kéne menni. Na, a Skadoview már voltunk, mondjuk a Hinterlandsre nem tudom, hogy jutunk el. Majd segítetek. Valószínűleg a Skadoview-ról kéne. Ahol ugye az a Commander volt. A lovas. Nem a hát az is lovas volt, vagy ez ilyen... Nem is tudom, ilyen vízidisznó lovag volt, vagy mind. Jó, hát itt még vannak ezek a... Van itt ez a vízesés. Hát segít, hogy változott. Lett volna programom, csak... Na mindegy, úgy alakult, hogy... Tehát a legtöbb program, amit terveztem, így cancelled. Szóval... ja... Aztán ilyen repjét, vonathelyet átiratni meg nem akarok. Amúgy valószínű jön... Tehát... Ha nem lenne drága átiratni repjét, jönnék hamarabb. Vissza. Hát egy olyan program lesz, hogy... Most megyek Németországba, ilyen rokonlátogatóba. Tehát úgy kezdődik a dolog. Pillanat. Mi a... Tosz van már. Na. Szóval megyek Németországba. Jövő hét csütörtökön. És vasárnap repülök haza. Kölnből. Na ezt mondjuk jó, hogy megtaláltuk. Tehát Kölnbe megyek. Vonattal. Aztán onnan megyek haza repülővel Pest. És hát lett volna sok program, csak úgy alakult, hogy nem lesz. Úgyhogy szeptember 5-én jövök, nem, szeptember 4-én jövök vissza, tehát 2,5 hetet fogok otthon malmozni. Mindegy, így alakult. És hát igen, ha nem lenne drága átfoglalni egyet, akkor jönnék vissza így hamarabb. Tehát nem 4-én, hanem a lehet augusztus, mit tudom, ilyen 30-án, vagy nem is tudom, mikor visszajönnék. Hát itt sincs semmi. Hát nem tudom, hogy elmegyek-e Debrecenbe, az még...
Ez még egy nyílt kérdés. Jó, na, itt nem találok semmit. Fönt. Akkor megyünk is tovább, már hogy a kövi map részre. De szinte biztos, hogy itt se fogok semmit találni. Jó. Oké, na. Ugye, most hol nem voltunk még? Ugye, lehet, hogy itt a hegyet kéne majd megnézni újra, mert itt csak körbe szaladt, tehát felszaladtunk kb. A bosshoz. Itt van egy NPC is, akivel lehet, hogy kéne beszélni. Lehet, hogy akkor nézzük meg ezt. Én azt mondom. Aztán meglátjuk. Warcraftba? Oké. Okay. Jó, persze. Mehetünk. Hogyha ha megyek, de nem ígérem, mert fene se tudja. Semmit nem látok, de komolyan. Ó. Oh. Igon. Shit. Ő segített nekünk a izével a sárkánnyal. Igon. Igon armor. Nem is rossz. Armor of the Broken Drake Warrior. Jó, itt is akkor körbe szaladunk, csak hogy megnéztünk-e mindent. Ugye itt az Area Boss az halott, meg akit lehet, azt megöltünk. A level up is bezárt. Hát igen, megmondom őszintén, hogy miután azért úgy kicsit elült a e-sport hype azért. Azért sok hely megszenvedte.
volt az Area Boss. Azt hiszem. Itt lehetett tovább menni fölfele. Nem, itt csak egy kis sárkány volt, ja. Kicsi hát. És volt olyan kicsi. Csak egy kis sárkány volt. Itt most lesz majd érdekes szerintem, a, kap egy új lendületet az e-sport. Hogy most ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fölvette ugye a listájára, meg tehát így van esély arra, hogy beindul valami komolyabb dolog. Meg volt most ez a World eSports Championship, vagy micsoda. És azért elég jól sikerült a dolog. Mindegy, Debrecenben azért voltak gondok az e-sport kapcsán, maradjunk annyiba. Nem is az e-sporttal, hanem, na mindegy. De jó lenne látni valamit. Most amúgy azért nem látok, mert éjszaka van, vagy eleve ilyen sötét van. Eleve ilyen sötét van. Jó, hát akkor itt Igonnal nem tudunk mit csinálni. Nyilván már meghalt. Az, hogy tudtunk-e volna, hogy ne halljon meg, az majd a második végigjátszásban fog kiderülni. De könnyen lehet, hogy mivel, hogy legyőztük a sárkányt, ugye? Bélt. Így az ő élet célja így bevégeztetett, vagy a végéhez ért, és akkor így is, úgy is meghalt volna. Ja, ott van egy Spirit Spring. Azon kell tovább menni. Majdnem leestünk, semmi baj. Sos érdekes. Én is gondolkodok azon, hogy tehát gyakrabban kéne hazamenni. Csak ugye sok pénzt kellett félretennem a vízumra. De mivel hogy ez megvan, mármint a pénz, a vízum még nincsen. Ugye a pénz megvan, így akár maradhat több is arra, hogy többször hazamenjek. Nyilván nem hetekre, mert hát az munka miatt esélytelen. De mit tudom én, ilyen hosszú hétvégére. Festmény. Itt van egy festmény.
Igen. Nem itt dob. Rockhard. Turns human frame into ancient dragon and boosts dragon communion incantations. Akkor ez is olyan, mint a... Ezé? Hogy le kell venni a páncélt is? Na ez menő. Sárkányok lettünk. Jó, oké. Na mindegy, most így megyünk egy kicsit. Most valamiért látok. Oké. Nem, ez nem a szék a festmény, hanem hogy vannak ezek a festmények. Ezek a base game-be is. Meg ugye itt is, amit szedtünk össze, és hogyha megkeresed ezt a helyet, akkor megjelenik a művész, aki készítette, és dob valamilyen ilyen eszközt, vagy valamit. Ez a base game-be is van. Jó. Na. Hát ezt tök véletlenül megtaláltuk. Nem baj. Menjünk tovább. Valószínűleg amúgy így se lesz már semmi, ami nekünk érdekes. Biztosra megyünk, megnézzük. Merre járunk? Fönn vagyunk a hegyen. Még továbbra is. Pont kimaradt a székes magyarázat. Hát ez szomorú. Jó. Oké, akkor ez is megvan. Akkor itt nincs más. Mit akartam még? Erre sincs. Ezt is megnéztük. Ugye... Tudnánk jönni erre is. Talán. Tök már ránézek gyorsan. Nem, oda majd később. Oké. Okay. Jó, arra majd később megyünk. Hát, amúgy rohadtul nem ez szerint a sorrend szerint megyünk, de... Mindegy. Jó, hát szerintem akkor ez a Hinterlands van. Úgyhogy akkor oda kéne valahogy eljutni.
Ja. Jó, hát nem lesz egyszerű eljutni oda, ahogy látom. Mort Ruinsból. Bonnie Village. A Church District. Storehouse Back Section. Várjatok csak, mert nekünk megvan ez a Shadowkeep Back Gate, nem? Ezt megnézzük. Shadowkeep Back Gate. Ha! Oké, és akkor... Itt van valahol elvileg egy szobor, valahol, igen itt. Have mercy for the spirited away shams. És akkor itt kéne egy olyat csinálni. Mehetünk. Amúgy is hittem volna segíteni, csak mondom. Wow. Na hát akkor nézzünk szét. Jó. Akkor ez a napi menetrend most. Itt kell körbenéznünk. Medve már van. Az nagyon jó. Megtámadtak a kósok. Mindenki megtámadott. Lehet, hogy ez rossz ötlet volt.
Jó. Lehet, hogy amúgy nem is támadnának meg. Na jó, de... De nagyon sokan vannak. Nagyon idilli egyébként ez a hely. Ó, kaptunk egy Blessing of Marikát. Oké. Van még egy amara. Majd tőle is megkérdezzük, hogy hogy a tojás. Kicsit unexpected volt ez a Tree Sentinel. Istenem. Stopsoros, ez jól hangzik, csak nem tűnik túl biztonságosnak. Ez valami no budget dolgot akarsz 24 óra alatt. Jól hangzik a autostoppal minél messzebbre, csak hát nem túl biztonságos.
Nagyon mesebeli ez a táj. Sehol senki. Ó. Oh. Golden Braid. Boost Holy Damage Negation. Érdekes. Mi volt bent? De fura, itt is sehol senki. És Shaman Village, de... Egy teremtett lélek nincs sehol. Minor air 3 continuously heals allies in the area. Hát jó. Menő nagyon. Nagyon kis békés, idilli. Come on.
Most kaptunk meg a szólt, akkor ezek párba voltak. Ezek szerint. Mármint úgy értve, hogy mindkettőt valószínű meg kell ölni ahhoz, hogy... hogy meghaljon. Valószínű, hogyha csak az egyiket öljük meg és meghalunk, akkor respawnol. De... nem akarok feltételezésekbe bocsájtkozni. Ott a Grace. Igen, mint a Lindeles. Igen, a lépcsőn. Vajon tudunk szintet lépni? Szerintem nem. 50 000 van nálunk. És most poén lenne, hogy respawnolnának. Mondjuk az akkor elég menő farm lenne. Azért két Tree Sentinelért 120 000. Oké. Hello, Teki. Újakat látok. Anyád? Bocsánat. Ezen a másik Finger Ruins. Az micsoda? Megyünk, megnézzük. Ó, nagy család. Oké. Elmegyünk majd arra is, csak... ha már itt vagyunk.
De miért kellett ez ide most? Legalább van torrent. Nagyon-nagyon óvatosak voltunk. De meghalt. Oh, nem vitt el a mohóság. Ez az érettség jele. Okay. Last hitre kellett volna egy summon. Ja. De valami ilyen nagyon
tróger, tehát mit tudom én, az az ágyús kőgólem, vagy mi a tököm. Jó. Szerintem üljünk le. Ja, medúza, az is jó. Igen. Üljünk le, költsük el a szólt. Aztán nézzük meg ezt a családot, ami itt kóváljuk. Azokban meg tuti bele fogunk halni, tehát ezt álmos mondom. Na majd amúgy is vissza akarom szerezni ezért a normális kinézetet. Hands-on, azaz. Elképesztő. Jó. Nézzük meg, honnan jöttek. Itt biztos vagyok benne, hogy van valami katakombs. Vagy egy kév, vagy valami. Nem létezik, hogy nincs. Narrátor pedig nincs. Kb. Semmi nincs. Hát ez remek. Hát igen, mondjuk a másik finger ruinba se volt semmi. Haha! Azt hiszem nem látlak, mi?
Jaj, Brofist volt. Hű, de feneköd van. Semmit nem látok. Már megint. Jó, kitisztul. Jó, körbe szaladunk. Ó, kezek, mindenhol kezek. Nem látom a kezeket. Na jó, menjünk. Ó, ott van egy ilyen kukac is. Vajon mi lehet tényleg ez a Finger Ruins? Mi lehet a történet mögötte? Finger Ruins of Tau. Ah, ott van a csüngő. Csüngő-csengő. FP töltő gyorsító talizmán. Ez a hivatalos neve. Jó. Akkor én itt nem nagyon foglalkoznék már mással. Ja. Igen, most én is ezt gondoltam, hogy akkor Ymir alá bemegyünk. Mármint... Nem úgy. Hanem na. A trónja alá. I told you once, I've no interest in companionship, but I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Még lehet, hogy eljön velünk kávézni, hallod? Ymir is a shining star, in our eyes, the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it. But we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service to Count Ymir. Now, be on your way. Hát mondjuk el, nem? Stop. What did you just say? Wait, no. Say nothing. I have one star alone, and only his words will do.
I will say this much. I am in your debt, but I will hear no more. I have one star alone, and only his words will do. Ah, oh, tartozik nekünk. Hello there. Hello. I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. The stars are dark tonight. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this. My final gift to you. May you join the glimmering stars above. Ruins map, Fern. Igen, és akkor itt mondja meg nekünk, hogy itt van. Oh yes. I believe I can feel it brewing. This evening is a sign of a greater night to come. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother, a true mother who will not give birth to further malady. May you join the glimmering stars. Finger ruins of beer. Sőt, hidd el, hogy nem vagy az. Be on your way. I will hear no more about this. Okay. Kíváncsiak, hogy mi történik, ha megfújjuk ezt is. Akkor is meg lehet nyomni, ha ott ül. Bassza meg. Az milyen menő lett volna így hátra tolat. Igen, az gyanús, hogy itt van egy Marika amúgy. Meg summoning pool, meg minden. Az újak anyja. Au. Au. Jó lesz, jó lesz. Hagyd már abba. Jó nagy test. Oh, oké. Okay. Visszaöltözünk.
Ja, az skin reset volt. Jó, mondjuk egy cutscene tényleg jól jönne. Vagy valami. Jó, amúgy. Nem kell ide, szemön egyelőre. This shit got out of hand. Vagy this hand got out of shit. Az is helytálló lenne. Megújjaztak, egy körből kimaradsz. Jó. Au. Meghaltunk. Nem tudom, hogy azzal mit lehetne kezdeni. Ezzel az atakkal. Ki kéne menni alóla. Ki kéne szaladni mi.
egyébként, mert hamar beadja a bajzét. Igen, onnan van a Tibi meg az áram, az argó bolyaja. Na, most megint kurva sötét. Sötét, Adri, nem kell Agatha Christie regényt várni tőle, tehát pont az a lényeg, hogy ilyen tróger. Többet kell hílelni, meg többet kell dodge-olni. De van openingje elég jó, tehát van hol támadni. Filmes technikai rész. Hát nem tudom. Mikor ez 2004-es? Jött a map széle. Igen, nekem is azért 2004 magyar filmjéhez képest én nem mondanám, hogy az ilyen filmes technikailag fos volt. Nyilván különösebben sokat nem kell tőle várni persze. De... ja, lehet, hogy mai szemben már más, hogy csak 20 éve volt, tehát... nyilván, de akkori viszonyokhoz képest szerintem nem volt rossz. Ah!
Ow. Oh. As boy. Stopsoros, igen, könnyen lehet. Én nem láttam még a Kálmánnak a filmjét. Vagy filmjét, nem is tudom. Én arra a fickóra még a Z pluszról emlékszem. Ott jó volt. Azon a szinten, ami oda kellett, azt hozta. Mondjuk abban a bandában nem volt nehéz azért kiemelkedni. Nem is kiemelkedni, hanem ott lenni. Mert nem emelkedett ki. Csak mindig. Nem tudom sejteni, azért a barátok köznél jobb. Mondjuk ott az, hogy egyrészt 3 doboz cigaretta árából forgattak le, az erősen látszik, de hát ott az volt a lényeg. Hogy ráköltünk egy részre 2000 forintot, és kiveszünk belőle, mint tudom én, 30 milliót, vagy nem tudom én. Hát jó, mondom, valószínű tényleg újra kéne nézni, mert 20 éve volt, tehát lehet, hogy mai szemben már persze.
meg is van. Ó, oké. Látjátok, nem kellett ide summon. És milyen jó volt egyébként ez a fight. Nagyon tetszett. Volt ritmusa, volt húzása, volt damage-ünk. Úgyhogy, ja, tetszett nagyon. Simmerferit is 2 forintból forgatták. Hát igen, nekem mindig az üvegtigris jut eszembe, hogy jó, hát ott nyilván azért tényleg látszik, hogy azért sok pénz nem volt. Főleg a kettőn nagyon látszik, hogy hát igen. A harmadik az már szerintem jó. Már ilyen szempontból, ilyen technikai szempontból. Ott meg a sztori lett egy picit olyan. Jó. Na. Itt van valami egyébként? Vagy ez csak a boss aréna? Hát igen, a üvegtigrisben a karakterek persze, az a lényeges. Hát szerintem itt semmi nincs, úgyhogy akkor megyünk vissza Ymirhez, mondom. Hát... vagy nem. Oké, ők már nincsenek itt. Az a helyzet. Julán is eltűnt. Oké. Na hát akkor... kérdés, hogy mit csináljunk. Vissza Shadowkeep? Ja, valószínű az lesz. És ugye a Shadowkeep-et mi már bejártuk. A main entrance felől is. What have you done? You've wounded Count Ymir most irreparably. Oh no. He wishes for your death. And I must attend to the Count's concerns. Julán, ne! Thank you.
your mother. Hát itt mindenki meghalt most, az a helyzet. Ymir, hogy Mother? Never mind. 2024-ben ilyet ne kérdezz. Maternal stuff. Oh, oké. Okay. És akkor még egyszer le lehet menni? Speak with Yulan. Yulan itt van valahol? Nem lehet atakolni. Kellene lennie valahol, aha. Nyomjuk egy reloadot? Nyomjuk egy reloadot. Lehet lent van, akkor lehet azért lehet lemenni. Jó. Nem tudom ezt miért nyomtam, nem ezt akartam, hanem ezt. Majdnem 200-as szintűek vagyunk. Ó, ott van. Ó, jól áll. Count Ymir, the stars. The sky. I see them not. Az énél a Grace-t használtuk, az Iris of Grace-t. Az elején a fickónál. Nem tudom, tegyük rá most az occultation-t. Nézzük meg, hogy akkor mi történik. No light. Anywhere at all. This is the night I know. Our night. Sword of Night. Hát nem depis. De igen, így a... Ah, igen. Oké, okay, tehát így akkor a sötétségben. Oké. Okay. Witching Hour Slash. Ez egy katona. Mondjuk csak Dexre szkélel. Sword of an all-consuming bottomless black that devours even the light that shines upon it. Uh-huh. Mert hogyha izét a másik Iris-t adom, akkor... Akkor még megy tovább a questje? Szerintem akkor is end of quest, csak... Rabat Rides-ban lett volna picit tovább. Ez a heavy attack.
Ezt ki kell próbálnunk, csak fejlesztenünk kell rajta. De rég jártunk már itt. Cső! Kövi végigjátszás fullós lesz így. Még bemegyünk ide a nyanyához. Csak hogy mit kapunk a Remembrance-ökért. Azt mondja, hogy ugye a Dancing Lion ugye kap egy medált, meg egy echofort. Ugye ezek a Light Greatswordok. Ez biztos rohadt jó egyébként. Már így látványos. Ugye ez a Twin Moon-nal. Int és Fate. Oké. Okay. Itt egy Great Axe. Hát, arkénes, nem tudunk vele mit csinálni. Oké. Okay. Egy varázslat. A Whiteboard ad egy Heavy Swordot. Főleg strength-es. Oké. Okay. Sunflower. Igen, adja ezt a Colossal Weapon-t. Ezt csak meg kéne nézni. Ez biztos valami röhelyesen nagy szar egyébként. Oké. Okay. Ez megad egy staffot. Meg egy ilyen kolosszál. Gazing Finger. Oké. Okay. Jó. Nézzük meg ezt a napraforgót, vegyük ki. Csak megnézzük. Jó, bármi felszerelés. Ugye a Rellánának elég jó cucca volt. Hát, én ezt megveszem. Megmondom őszintén. Szerintem mindent nem tudjuk. Ja, Relanance Gloves. Mindjárt betörjük a szót és akkor megvesszük. Még szerintem nem fogjuk tudni föltenni az egészet. Fingert is? Jó. Megnézzük a fingert is. Oké. Okay. Nem jó armort vettem meg. Megvettem egy ilyen Royal Knight. Ez a... mindjárt mondom. Tudom a nevét. Loretta, azaz. Nem csaltam. Véletlenül megvettük Loretta cuccát. Mindig. Medlódosak vagyunk. Akkor fent van az egész. Király. Jó, és akkor megnézzük még a izét. Tépézünk. Hova?
Hát fogalmazom, szerintem a statú megvan hozzá, csak a... hát az int meg a fényt nincs meg. Ami mondjuk elég lényeges. Hát ilyet tudunk. Igen, ez a kolosszál weapon. Nagy Boeing. Fingerbong. Jó, és akkor van a Sunflower. De ez mekkora már, hogy jönnek és elvernek egy nagy napraforgóval. Hát ez is ugyanaz a move, ahogy látom. Nagy Boeing. Se tudjuk használni. Jó. Na, azért kéne kipróbálni viszont ezt a katonát. Jó. Csak hol? Akkor most már mehetünk, ugye, a... Shadowkeep? Szerintem most már Shadowkeep van csak, nem? Mármint nem... Tehát addig megcsináltunk mindent. Rabat's Rise, menjünk el oda. Jó. Nincs sem. Fake news. Valamit nem csináltunk meg szerintem. Ezek szerint. Itt semmi nincs. Vagy elmaradt valami, vagy... Vagy elmaradt valami. Ja, lehet, hogy ez nem az occultation kellett volna. Jó. Oké. Esetleg próbáljunk meg beszélni NPC-kkel. Tényleg ezt a Dane meg akarom már. Mi kell itt? Itt valami imót kell, ugye? Valami olyasmit hallottam. Csak melyik. Ezen pont ki tudjuk próbálni a fegyót.
pont beadta a Blade-et. Amúgy. One second, ez nem derül. Hát... Sajnálom. Cardwood's Quaz. I abandon here the flesh of my body. De én nem a crosst akarom. Grow not complacent. Continue to temper your strength. Spirit summon that can be obtained by interacting with the puppet body at the secret top of Rabat's Rise. While in possession of Sword Hand of Night, you are. Jó, akkor csak menjünk vissza oda. Nem. Ja, az lett volna. Sword Hand of Night Yolan a grészes reward volt. Így akkor nem lesz summonünk. Ah, oké. Okay. Az remek. I will follow the Hunsen. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. Itt nem változott semmi. Jó. Még Freyával hát, ha tudunk valamit beszélni. Iris of Graces, oké. Okay. Jó, hát... Majd... A következő alkalommal. I'm afraid I'm busy, truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Jó. Hova akarok menni? Nézzük meg ezt. Sokat fejlődtünk azóta. Mesmer's flame. Küzdenék vele egy kicsit, csak mert tetszik nagyon. Jó, csak már nem mesmerizing, az, csak már nem emlékszem rá, olyan régen voltunk itt, nem tudom minek jöttünk ide amúgy el hamar, úgy adta ki. Thank you.
in the embrace of Mesmer's flame. Hanyas level? Azt hiszem 13 vagy 4, mindjárt megnézem. Ez baj. Másik fegyó. Plusz runárk. Human kebab. Igen. Tulajdonképpen alapvetően ez egy gyroszos fickó. Se tudja. Okay.
Ó, dehogy nem. A Lord devoid of light. No, Mother. Forgive me. Shabiri grape. Soon tarnished. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent shorn of light? This creature, embrace thine oblivion, as shall I. Well, that escalated quickly. Remek volt a second phase, nagyon látványos. Tulajdonképpen a második fészbe csak szaladtam és híleltem. Ennyi történt a második fészbe. Megkaptam. A first face már aránylag jó. Még vannak hibák. De jó. Ez az atak, ez nehéz. Itt mindig kapok damage-et, csak az a kérdés, hogy mennyit. Még az utolsó kettőt ki lehet dodge-olni.
Nem számolok Sherit, Adri. Csak az én sem. Csípős mehet? Az jöhet. Hogy ma csípős? Magyarország leggyakrabban feltett kérdése volt a 2000-es években. Hogy ma csípős mehet? Mekkora volt ez? Hát mekkora volt ez? Atya ég. Ez zseniális volt. Hol kell visszatölteni? De komolyan. Hogy beadta a bleedet a úristen Very Big-re? 69 a vigorunk, ott is marad. Na. Oké. Várjuk el itt a szálakat. What cruelty is this? Who would rob me of my one vital purpose? Am I so feeble, witless, dull of blade, that vengeance was never to have been mine? Oh, mother. Oh, most cherished wife and child. It seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blade? 101, never mind. Lehet, hogy volt magasabb is. Szerintem 120 fölé nem mentem. Where now should I point my tired blade? Uh.
Okay. Ez menő volt ez a fight, nagyon, nagyon tetszett. Nagyon látványos volt, meg igazából szerintem nem volt benne sok bullshit. Jó, persze itt a kígyó a végén azért köszi, de azt is lehetett ütni, az a jó benne. Oké. Hamar meglett, ja. Hát másodjára... Ja, másodjára meglett. Oké. Az első meg nem számít. Na. Innen folytatjuk. A következő alkalommal. Nem tudom, hogy legyen holnap inkább ez. Mint a Stellar Blade. Lehet, hogy inkább ez kéne, nem? Ha már úgyis lendületben vagyunk. Szerintem nem fogjuk befejezni holnap. Bár már sok nincs hátra, de... Hát fene tudja. Jó, akkor ez lesz holnap. Akkor ennyit változtatunk. Hogy akkor holnap ezzel folytatjuk.